A NAV ellenőrzési főosztályának munkatársa tart előadást a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Arcát nem mutathatjuk a munkája miatt. A hallgatóság tagjai pedig olyan vállalkozók, akik a nyári szezonban végzik tevékenységüket, ezért számíthatnak az adóhatóság revizoraira. A tájékoztatót a Baranyai NAV szervezte a helyi iparkamarával. Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal szerveztük meg közösen a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával ezt a tájékoztatót, amelyen a vállalkozók első kézből tájékozódhatnak arról, hogy a nyári szezonhoz kapcsolódóan milyen szabályokat érdemes figyelembe venni ellenőrzés területén, illetve a jövedéki termékek értékesítése során és a szállásadói tevékenységek kapcsán. Több területet érintenek az előadók az eseményen, illetve felhívják a vállalkozások figyelmét a törvényes működésre. Az előadók ki fognak térni az ellenőrzési szempontokra is, így például a bejelentkezési, bejelentési kötelezettségek ellenőrzésére, a nyugta és számlaadásnak az ellenőrzésére, a forgalmazott áruk eredetének igazolására, illetve ami nagyon fontos és kiemelendő, az online pénztárgépek szabályszerű használatára is. A nyári időszakban sok kitelepülős rendezvényt tartanak, ezért arról is beszéltek, hogyan kell szabályosan kereskedni a külső helyszíneken. A NAV a tájékoztatással azt reméli, kevesebb hibát találnak majd az árusoknál, szolgáltatóknál, az ellenőrzések során.